Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégem Iszkádi Erika, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója. Szervusz Erika, örülök, hogy itt vagy velünk. Szervusz, köszönöm a meghívást. Hát óvatatlan is arról kell beszélnünk, arról a kulturális életről, amelynek az egyik legnagyobb elszenvedője mindenképpen a koronavírus járvány okán a székesfehérvári közönség volt, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy Székesfehérvár a kultúra városa is. És számtalan olyan program maradt el, ami azt hiszem, hogy az elmúlt években meghatározó volt mindannyiunk számára. Hát erre kell, hogy szó essék, hogy miként lehetett ezt átvészelni, milyen új tervekkel, ötletekkel, gondolatokkal sikerült azt az időszakot egy kicsit, hát ugye, hogy nehogy meg nem történté tenni, mert azt nem mondhatjuk. Tehát kezdjük talán, hogy azt nagyon is jól tudjuk, hogy rengeteg olyan programot szerveztek általában az év első felében is, ami mindenképpen megmozgatja, én azt mondom, hogy nem csak Maroshegy, hanem Székesfehérvár kultúra kedvelő lakosságát. Hogy sikerült átlépni ezt az időszakot? Ez egy nagyon nehéz időszak, nyilván nem csak nekünk, mindannyiunknak, és mindannyian megéljük ezt a saját módunkon, és próbálunk túllendülni rajta, és megoldásokat, lehetőségeket találni, hogy ez így legyen. Hát mi is így próbáltunk meggondolkodni a Gárdonyiban. Számos programunk maradt el, ahogy te is említetted, sajnálatos módon. Egy nagyon fájó pont volt nekünk többek között a családi mesenap, amelyet most már több éve nagyon nagy sikerrel rendeztünk meg, és nagyon boldogok voltunk, hogy rengetegen kijöttek és élvezték az aznap nyújtotta lehetőségeket, amelyeket a családoknak, a gyerekeknek találtunk ki, és alakítottunk évről évre ki olyanná, hogy tényleg mindenki megtalálja benne azt, ami őt érdekli, és ami örömet és boldogságot nyújthat egy család számára. De hát ilyen volt sajnos a Vajda János díjátadó is, amit mindez idáig nem tudtunk megvalósítani, de Bobori Zoltánnal, a Vörösmarty Társaság elnökével megbeszéltük, hogy ez nem maradhat így. És amint kicsit rendeződik a helyzet, és látjuk majd a lehetőségeinket, nyilván az év második felében, és arra tényleg lehetőségünk lesz a megvalósításokra, akkor mindenképpen meg fogjuk ejteni, hiszen nem szeretnénk, ha ez így maradna. És sajnos számos egyéb dolog is volt, akár említhetnénk az Operenciás Mesemondó versenyt is, és rengeteg író-olvasó találkozónk, gyerekeknek szóló programunk, és ugye a népmesepontunk sem tud üzemelni. Úgyhogy át kellett ezen lendülni, és el kellett gondolkodni azon, hogy mit is tudnánk tenni, és hogyan tudnánk más fórumon elérni az emberekhez. Én azt gondolom, hogy ez nekünk nagyon jól sikerült, voltak kezdeti nehézségeink, de ezeken nagyon gyorsan átlendültünk, és számos ötlettel álltak elő a kollégák, és elkezdtük ezeknek a megvalósítását. Igen, itt bekapcsolódnék, mégpedig azért, mert az online tér kiderült, hogy rengeteget segíthet, és én azt hiszem, hogy aki mindez idáig idegenkedett tőle, az megérthette, hogy miért is van szükségünk. Nyilván nem valami, most valami helyett volt, viszont ez az időszak bebizonyította, hogy ez társulhat az élő találkozáshoz. Annak varázsa van, tehát egy másodpercig sem vitás, viszont azokat a tapasztalatokat gyaníthatóan a későbbiekben is fel lehet használni. Hogy készültek fel a munkatársaid? Erre vagyok igazán kíváncsi, hiszen ez egy teljesen új dolog volt mindannyiunk számára. És mielőtt erre a kérdésre válaszolnál, most lássunk egy verset, hiszen ez is az online térben született, Bobori Zoltán egy felhívásra, és majd a felhívásról beszélünk, Bobori Zoltán erre a felhívásra adott választ ezzel a verssel, az otthonával köszöntött bennünket. Bőzsöny Ferenc hangját hallva, oda átról. A hangod az a hang, mintha harang gondulna bennünk, harangok szava szólna, amiről oly sokat meséltél. Te örök rádiós, éteren át érkező szívhang, megtartva nem csupán az emberi hangot, hanem a tiédet, a hangot. Zeus Isten szíve dobbanása, örök tengeri ébren tartó morajlás, és mégis békét akaró, lelkeket összekötő barlangjáratok sejtelmes susogása, tisztító hang.
az ember hangja. A bízó mesélő, álmokat hívó, őriző hang. Úgy ért el hozzánk, hogy fényt, ívet húzott a lelkek között az Isten kívánsága, a szeretet. Tanító hangja, intelmek hangja, fegyelmet követelő, tiszta, a lélek Isten szavát idéző hang. Messziről érkező, messzire vívő, és mégis hozzánk közeli hang. Templomok márvány erezetét átjáró, imádságok, templomtornyok keresztjébe magasító. Bennünk életre kelő hűség, életünket menekítő béke hangja. Mocsári szörnyeket, dökkesejüket, álarcos isteneket reszkettető hang. Összekulcsolódott kezek vér áramlatának ritmusába rejtőző lélek hang. A parancsolt könyörületé. Legyen békesség közöttünk. Halljuk szavad, a hangodon. Imádságunkban fülünkbe dobbanó, a fekete gyász trapériát meglebbentő, távoli, fájdalmas hangot, a minket mennyországba menekítő, isteni szót, az ember szavát. Nos, köszönjük Bobori Zoltánnak, Vörösmarty Társaság elnöke. Ugye nagyon is jól tudjuk, hogy versmondóként is kiváló. És ez is egy felhívásra érkezett. Nagyon örülök, hogy most hallhattuk ezt a verset. Én nagyon tisztelem és kedvelem Bobori Zoltánt, és évek óta nagyon jó kapcsolatot ápol. A két egyesület egymással számos módon kapcsolódik a munkánk, és valóban ez a kezdeményezés is ebben az időszakban született, mégpedig hát valamilyen módon azért kapcsolódik a Vajda János díját adóhoz, hiszen ez adta az ötletet, ugye minden évben a Magyar Költészet napján kerül odaítélésre ez a díj, amelyre sajnos idén nem volt lehetőségünk, de azt gondoltuk, hogy nem szeretnénk a közönséget, a székesfehérvári embereket vers nélkül hagyni ezen a napon sem, illetve hát azon a héten sem, hiszen elindítottunk egy versláncot, aminek az első versét Bobori Zoltán mondta el, és aztán az ő első kihívottja, Knejfel Nóri lett, és így indult útjára ez a verslánc, amelyet végigkövettünk, és nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy nagyon sokan eleget tettek ennek a kihívásnak, felhívásnak, és elmondták egyáltalók szeretett és kedvelt verset. Tehát én azt gondolom, hogy ilyenkor érdemes, és ilyenkor derül ki művelődés szervezőnek lenni, hogy mit is jelent a hétköznapokon, mert gyakorlatilag az egyéb időszakban azt kimondhatjuk, hogy minden talán simán megy. Hogy készültek fel a munkatársaid erre az időszakra? Hiszen ez egy óriási változás. Így van, ez egy óriási változás, és ezt a változást meg kellett ugrani, és mi úgy szerettük volna mindezt megtenni, hogy abból mindannyian pozitív élményekkel jövünk ki, hiszen az is nagyon fontos, hogy a kollégák is úgy érezzék, hogy amit tesznek, amit csinálnak, az eljut az emberekhez, arra kapnak visszaigazolást. Ilyen teljesen más, amikor egy művelődési ház keretein belül szervezünk különböző eseményeket. Teljesen mindegy, hogy azt a könyvtárban, a népmeseponton, vagy a közművelődés egyéb területein tesszük, kapcsolatban vagyunk az emberekkel. Sokszor azonnali visszajelzéseket kapunk, vagy egy-egy rendezvény útján le tudjuk szűrni a tapasztalatokat, mi volt az, ami remekül működött, ami jó volt, mi volt az, amin el kell gondolkodni esetleg, hogy valami változtatást igényel. Az online térben ilyen nincsen, sokkal kevesebb a hozzászólás, a komment. Persze folyamatosan kaptuk mi is az ismerősöktől a telefonokat, az üzeneteket, hogy milyen jó az, amit csinálunk, és hogy bizony látták a közösségi portálokon, és hogy nagyon örülnek neki, hogy itt is megálljuk a helyünket, és hogy nem hagyjuk magukra az embereket, de hát idáig el kellett valahogy jutni, és tényleg csak hogy válaszoljak is a kérdésedre, ez mindannyiunknak egytől egyig egy nagyon nehéz feladat volt, de azt gondolom, hogy azzal, hogy mindannyian szerettük volna megoldani ezt a helyzetet, gondolkodtunk, tettünk érte, és elindultunk egy teljesen más, ugyanakkor mégis közös
munkán, közös folyamatokon, ennek nagyon jó eredményei lettek. Ez sokkal több befektetett energiával járt, én azt gondolom, mert teljesen más volt egy internetes felületen keresztül munkaértekezleteket tartani, ötletelni, egymással beszélni, hol közbeszólt a technika, és persze hiányzott a kontaktus, hiányzott az, hogy ott üljünk egymással szemben, és úgy tudjunk beszélgetni. Tehát ilyen apró dolgok is problémát okoztak az elején, de ezen aztán nagyon hamar átlendültünk, és mindenkinek a gondolkodása egy kicsit átállt, és ahogy elkezdtünk belemélyedni ezekbe a dolgokba és lehetőségekbe, akkor talán így ráéreztünk az ízére. Ezt mondhatom így, hogy mindannyian, mert tényleg egytől egyig mindenki a maga területen megállt a helyét. Nagyon sokat fejlődtünk, fejlődtek a kollégák, és nagyon sok mindent tanultunk, hiszen azért ez egy technikai felkészültséget is jelent. Ugye számos kis videót készítettünk, különböző eseményeket vettünk fel, ami azt jelentett, hogy mindenki részéről más jellegű ráfordításokat igényelt meg, és energiát igényelt, de ezeket mind, és a legfontosabb szerintem az, hogy közösen tettük, egymást segítve, és mindenki azt tette bele, ami benne a legjobb, és amihez a leginkább ért, és amiben a leginkább tudtuk egymást segíteni. Én azt tapasztaltam, hogy ez csak látszólag egyszerű dolog online térben megjelenni. Nagyon is komplex tudást igényel. Egyik oldalról meg kell találni a hangot egymás között, tehát a munkatársak között, a másik oldalról pedig kifelé a közönség között, és ráadásul arra is figyelni kell, hogy számtalan korosztály képviselteti magát a művészetek, a kultúra kedvelők körében. Ez nektek gyorsan sikerült? Igen, szerencsére gyorsan sikerült, és ami egy nagyon fontos dolog, a minőség, ugye arról általában nem beszélünk, mert az adja magát, tehát ugye az ember valamit tesz, akkor a legjobb tudása szerint próbálja meg ezt tenni, és ez az online térben is nagyon fontos volt számunkra, hogyha valamit csinálunk, akkor azt jól csináljuk, ha valamit kiadunk a kezünk közül, az jó legyen, és ne tudjunk elbújni olyan kifogásokban, hogy ezt még eddig nem csináltuk, még csak most próbálgatjuk, és majd beletanulunk. Nem, az első megjelenéstől fogva annak kifogástalannak és jónak kellett lennie, hiszen van egyfajta ilyen elvárás saját magunkkal szemben is, és azt gondolom, hogy a közönség és az emberek is ezt érdemlik, hogy olyan tartalmakat kapjanak, ami minőséget takar. Én csak dicsérni tudom a kollégáimat egytől egyik, hiszen azt gondolom, hogy mindannyian megállták a helyüket ezen a téren, és ami egy nagyszerű dolog, és ebben a nehéz helyzetben is egy pozitívum, hogy ezt mi tudjuk majd kamatoztatni a jövőben is. Azért hangsúlyozom, hogy nyilván a személyes kapcsolatokat, a művelődési házon belüli közösségeket, a rendezvényeknek a hangulatát, a varázsát nem adhatja vissza egyetlen egy online megjelenés sem, de nagyon sok mindenben segíthet, kitágíthatja a teret, és olyanoknak is lehetőséget adhat betekintést nyerni, vagy részt venni egy-egy programon, vagy egy-egy eseménnyel gazdagodni, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak eljönni, nem tudnak részt venni. Tehát teljesen kitágult a kör. Mi is rájöttünk, hogy nagyon sok egyéb eszköz és lehetőség van a kezünkben, és most már ezekkel tudunk is élni, és ahogy említetted az előbb, ezt a kettőt a jövőben, hogyha tudjuk ötvözni, akkor azt gondolom, hogy még sikeresebbek lehetünk. Fontos kérdés a könyvtár. Tehát az, hogy egy-egy program elmarad, az előfordul, illetve hát hozzá kellett, hogy szokjunk. Tehát ez alapvetés volt, és azt hiszem, hogy ezt megértéssel fogadta mindenki. Ugyanakkor a könyvtár hiánya az nagyon rányomja a bélyegét, ráadásul egy olyan környékre, ahol én azt gondolom, hogy rendkívül népszerű, egyik oldalról a munkatársaidnak is köszönhetően, másik oldalról pedig maros-hegyfalusias környezet, ahol azért nagyon sokan olvasnak. Ezen hogy sikerült átlendülnötök? Az első perctől fogva megadtuk az olvasóinknak azt a lehetőséget, hogy természetesen odafigyelve és minden biztonsági előírás betartva házhoz vittük a könyveket. Ennek természetesen megvolt egy rendszere, egy módja, amelyet kidolgoztunk, és tényleg a legnagyobb biztonság mellett tettünk, de úgy gondoltuk, hogy senkit nem szeretnénk könyv nélkül hagyni, hiszen nagyon sokan az olvasók közül is azért idősebbek, sokan töltötték, ugye bezártan a napjaikat, heteket töltöttek akár egyedül, és ilyenkor nagyon nagy segítség vagy mencsvár lehetett egy
könyv, amiben belefeledkezhettek, vagy ami egy kicsit kiszakíthatta őket ebből a világból, úgyhogy ez a mai napig így van, ha bárkinek szüksége van könyvre, akkor csak annyit kell tenni, hogy jelentkeznie kell, hívnia kell minket, vagy akár írni egy e-mailt, és biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk tudni oldani, hogy ne maradjon irodalom nélkül. Igen, hát ezek mélységesen emberi történetek, azok a kapcsolódások, amelyek mindez idáig egy íróasztal mögött adott esetben a könyvtárban elmúlnak, azok az otthon varázsa, szóval ez egy ilyen történet. Beszéljünk egy kicsit a hogyan továbbról, mert azért szép lassan úgy tűnik, hogy elmúlik ez a járvány, és kinyithatnak a kapuk. Lehet-e pótolni azokat az elmaradt eseményeket, amelyek óhatatlanul is hiányoznak? Természetesen a jövőbe kell tekinteni, de nagyon nehéz is beszélni róla, hiszen nem tudjuk, hogy mi vár ránk. Ettől függetlenül mi is arra készülünk, remélhetőleg, hogyha a lehetőségeink engedik, akkor mi hamarabb kinyithatjuk a kapukat, és hát élhetik az életüket azok a közösségek, akik oda járnak hozzánk, és szervezhetjük a nagyobb közösségnek is a rendezvényeket. Van, amit sajnos nem tudunk bepótolni, ilyen például a már említett mesenap. Az operenciás mesemondó versenyt mindenképpen szeretnénk megszervezni, hogy említettem már a Vajda János díjátadóra is, majd mindenképpen sort kerítünk. És van még egy másik rendezvényünk, ami gyakorlatilag a napokban zajlana, ugye a Tündérszó határok nélküli meseíró pályázat, amelyiknek minden évben, ugye június elején az ünnepi könyvhéthez kapcsolódóan van az eredmény hirdetése. Rengeteg mesét kaptunk, közel 300 mese érkezett a világ különböző tájáról, fantasztikus alkotások, megint csak bebizonyították a gyerekek, hogy mennyire tehetségesek, hogy milyen színes az ők is lelki világuk, és hogy mennyire kell még nekik a mese, és milyen szívesen leírják mindazt, ami bennük van. Úgyhogy ezúton is köszönjük nekik, nem szeretnénk őket eredmények és díjazás nélkül hagyni, hiszen dolgoztak ezekkel a mesékkel, ezeket mi megkaptuk. Mindenképpen az ősz folyamán díjátadó ünnepséget szeretnénk szervezni. Nem biztos, hogy olyan módon meg tudjuk valósítani, ahogy korábban, de nem fog elmaradni. Ez lesz jellemző egyébként több mindenre, én azt gondolom ebben az évben, hogy próbáljuk utolérni magunkat, próbáljuk megvalósítani azokat a programokat, amiket terveztünk erre az évre, nem biztos, hogy a szokásos módon, ami lehet, hogy nem is baj egyébként, a lehető legjobbat ki fogjuk hozni ebből is, azt gondolom. Tehát csak frissen böndörödő. Hát a böndörödő programterve teljesen készen van, hát már évelején ugye az teljesen összeállt. Igen, ezt csak azért kérdezem, mert a böndörödő, én azt mondom, a szó önmagában is varázslatos, hiszen nagyon is tudjuk, hogy miért. A másik pedig, hogy ez egy különleges esemény mindenkinek, nem csak a maroshegyieknek, hanem Székesfehérvár szerte. Azt hiszem, hogy mindenki csak mosolygós szemmel beszél róla. Igen, én is azt gondolom, hogy ezt a rendezvényt nagyon megszerették az emberek, és ennek nagyon sok oka van, legfőképpen szerintem az a hangulat, amit visszaad, hogy ott baráti társaságok, családok, ismerősök találkozhatnak, tölthetnek el egy fantasztikus napot együtt, számos program van, lehetőség, amelyekkel lehet élni, és mindezt emberléptékű, hát nem is tudom, hogy fogalmazzak, mindezt olyan környezetben, ami abszolút adott arra, hogy jól tudják érezni magukat az emberek, hiszen azért a művelődési ház rendelkezik egy szép nagy zöld területtel, ugye, és mögöttünk ott van a sóstó is, és ezt mi ki is használjuk, és ezt a rendezvényt is, ugye, ha az idő engedi, akkor természetesen a szabadtérre tervezzük. Az évek alapján bebizonyosodott, hogy igenis szükség van rá, egyre többen látogatják, és remélhetőleg ez így lesz idén, és én csak annyit tudok mondani, hogy készülünk, úgy tervezzük, hogy böndörödő lesz, aztán természetesen majd meglátjuk, hogy valóban megszervezhetjük-e, sok minden változik, szinte minden nap vannak új hírek, vagy olyan jogszabályok, amiket be kell tartanunk, és ezt természetesen mindennek eleget téve tervezzük a jövőt. Én nagyon bízom benne, hogy hosszú évek után nem történhet az meg, hogy most idén elmaradjon. Egy dolog elkerülhetetlen, hogy megkérdezzem, a költségvetés. Egy nagyon érdekes dolgot mondott Kis Dorottya, a Szabadművelődés Ház igazgatója, mikor kérdeztem tőle, azt mondja, hogy tulajdonképpen nem veszélyes, hiszen azok a költségek nem merülnek fel,
tehát egy vendég, amikor honoráriumot kell fizetni, igaz, hogy belépődíjat, ez a kettő kiegyenlíti egymást. De általában mennyire viseli meg a költségvetést egy ilyen, hogy ilyen számos rendezvény elmaradt? Hát ez egy nagyon nehéz dolog, és egy összetett tehát dolog nem a mélységeit akarom. Természetesen. Egy költségvetés sok tételből tevődik, ugye össze nyilván a művelődési házaknak is vannak különböző bevételei és kiadásai is, és természetesen most is, hogy ugye hosszú ideje nem tartunk nyitva, a különböző rendezvények elmaradnak, azzal ugye kiadásaink is elmaradnak. Ettől függetlenül, amiket az online térbe tervezünk, azoknak javarészét mi önerőből meg tudjuk valósítani, tehát végül is ez így jól is hangzik, viszont arról sem szabad elfeledkezni, hogy számos bevételtől is elesik ilyenkor egy intézmény. Ha én csak a Gárdonyira gondolok, akkor rengeteg olyan pályázati forrástól estünk most el, amelyekre mondjuk tavaly jogosultak voltunk. Ez nem azt jelenti nyilván, hogy amire tavaly pályáztunk idén is, ha nem jött volna be a járványhelyzet és pályázunk, ugyanúgy nyerünk rajta, de hát nyilván lehet számítani ilyen pályázati forrásokra, amelyek most ugye az év elejétől elmaradtak, és hát azért várható, hogy ez az év második felében is így lesz, hiszen ha globálisan nézzük, akkor mindenhol a költségvetés módosításokra szükség volt, és ez teljesen természetes is. Úgyhogy gyakorlatilag bevételek is változnak, a kiadások is változnak. Én azt gondolom, hogy összességében lehet úgy kalkulálni, és kell is úgy gazdálkodni, hogy ez ne veszélyeztesse az intézménynek a fennmaradását, és azt se veszélyeztesse, hogyha tényleg ősztől minden beindulhat és folytatódhat az élet, akkor meg tudjunk valósítani különböző programokat, és ne csak az legyen, hogy van egy épület, ami nyitva van, de nincsen benne tartalom. Erre egyébként nagyon odafigyelünk, és ez nagyon fontos is, hogy tényleg minden területen meg tudjuk tartani azokat a tevékenységeinket, amik folynak, hiszen ott vannak a kisközösségek, ugye annyira természetes, hogy ott vannak, általában csak a nagyobb rendezvényekről, egyedi programokról beszélünk, de az alapkövei azok a kisközösségek egy művelődési háznak, ahol nálunk is a holdudvar csoportjaink, a különböző szakköreink, a műhelyeink, azok a társaságok, szervezetek, tényleg közösségek, akik oda járnak napi szinten hozzánk, és ott tudnak találkozni, együtt lenni, és különböző formában hódolni annak, amit ők szeretnek, vagy ami a hobbiuk, úgyhogy ez is egy nagyon fontos dolog, és nekik is szeretnénk a továbbiakban is lehetőséget és esélyt biztosítani, hogy tudjanak jönni. Úgyhogy összességében kell nézni, azt gondolom, hogy a Gárdonyi esetében nem merülhet fel semmilyen probléma, ami esetleg a későbbiekben gondot okoz. Legyen így, tisztuljon az ég, kisüt a nap, rövidesen bízom benne, és ehhez kívánok erőt, és hát ugyanolyan szakmai elhivatottságot, mint amit eddig megtapasztaltunk a Gárdonyiban. Köszönöm, Erika, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönöm önöknek is a figyelmet. Iszkádi Erika volt a vendégem, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója. A jövőről beszélgettünk, és a múltról is természetesen. Maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!